szirénázó mozgásérzékelő lámpát szerelt fel boltja oldalára az egyik üzletvezető a Garai téren Szekszárdon, hogy elriassza a hajléktalanokat attól, hogy ott végezzék el a dolgukat. Hiába hívják ki a boltvezetők néhány naponta a rendőrséget, a garázdálkodók továbbra is hangoskodnak, verekednek, és ott végzik el a dolgukat. Emiatt sokszor elviselhetetlen állapot alakul ki a boltok környékén. Nem csak itt panaszkodnak a helyiek az ittas hangoskodó emberekre, hanem a Találkatéren, a 160 lakásos társasház, valamint a nagyobb bevásárlóközpontok környékén is. A közterületfelügyelők csoportvezetője elismerte, hogy Szekszárd frekventált helyein rendszeresen találkoznak ittasan dorbézoló vagy szemetelő hajléktalanokkal. Ha rajta kapják őket, hogy köztisztasági szabálysértést követnek el, eljárást kezdeményezhetnek velük szemben, meg is büntethetik őket, de ez nem jellemző, inkább felszólítják őket, hogy rakjanak rendet maguk után. Kollégáimmal igyekszünk minden esetben úgy szervezni a napi szolgáltellátást, hogy ezeket a területeket több alkalommal is felkeressük. Intézkedések is történtek, több esetben felszólították ezeket a személyeket, hogy tegyenek rendet a környéken, amit meg is valósítottak, tehát rendet tettek magunk körül. Ha pedig rongálnak, verekednek, akkor az már bűncselekménynek minősül. Ilyenkor kihívják a rendőröket. Szűcs László, a szekszárdi hajléktalan szálló vezetője nincs meggyőződve arról, hogy a Garai téren randalírozó emberek hajléktalanok lennének. Úgy véli, a helyzet rendezése a rendvédelmi hatóságok feladata. Nekik, vagyis a hajléktalanok ellátását végző szakembereknek, valamint az utcai szociális munkát ellátó dolgozóiknak az a fő feladatuk, hogy segítsenek a fedél nélküli embereknek szálláshoz, munkához, jövedelemhez jutni. Szekszárdon egyébként az éjjeli menedékre naponta 20 férfit és 5 nőt tudnak befogadni. Ezt a limitet el is szokták érni. Hogyha valaki a közterületet választja, vagy a nem lakás céljára szolgáló helyiséget, akkor természetesen felkeressük többször is. Nyilván, hogy a szolgáltatások meg a különféle ellátásoknak az igénybevétel az önkéntes, tehát a hajléktalan személynek ezt el kell fogadni. A közterületfelügyelők és a rendőrök is azt ígérik, gyakrabban ellenőrzik Szekszárd frekventált területeit, hogy a helyzet rendeződjön.